Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője, és változatlan itt van velünk Gulyás Erika. Erika, mit szólsz ahhoz, hogy én azt hittem, hogy a vendégünk egy fiatal ember, de ahogy bejött a stúdióba, azt mondja, hogy kim volt a Moszkva tér, és a néni azt mondta, hogy nem is olyan gömböly fejésen. Mondom neki, hogy az nem Moszkva tér. Az Moszkva tér. Szerintem Szélkálmán tér, de erről lehet megtudni, hogy hány évesek. És felszabadulás tér. Felszabadulás, hát akkor ilyen a november. November 7-et, és szép jó reggelt kívánok. Van Marx tér is. Nem tudom, az valahogy nem égett úgy, de ez, én ott nőttem fel mellettem. Ez annyira érdekes, és akkor privatizáljuk, hát ma péntek van, és egy kicsit lazítsunk. Én amikor gyerek voltam, és kezdtek hazajönni az 56-os disszidensek, menekültek, hívjuk, ahogy akarjuk, és az Istenén nem tudták megjegyezni, hogy az Majakovszki utca, és nem Király utca, vagy az Lónyai utca, nem Lónyai utca, nem szám. És akkor mondtam egyszer a taxisofőnek, hogy milyen hülyék ezek, hát képtelenek hozzászokni, és én állandóan, amikor 30 év után visszatértem, akkor azt mondtam, hogy a taxiba be, és mondtam, hogy a Népköztársaság és az Izabella sarkán, így rám nézed, hogy olyan nincs. Jó, hát ez ma már újból az Andrássy út. Én a Rajk László utcában laktam 5 évig, amit menet közben átkereszteltek ugye Pannonia utcává. És amikor elköltöztünk, akkor sem tudtam megjegyezni ezt a történetet. Tehát én mindig azt mondtam a gyerekeimnek, hogy ti hol nőttetek fel? Hát a Rajk László utcában nőttetek fel. És különösen, amikor az ember nem ért egyet az átnevezés. És 56-ról miért is jutott ez eszünkbe, hisz október 23-ára készülünk, és akkor nézzük, hogy Tordai Bence, illetve a Párbeszéd, azon kívül, hogy már megint kimentek a Moszkva térre, Szélkálmán térre, mit csináltak ott? Mi aláírás gyűjtöttünk, ugye ezen a héten volt egy népszavazási kezdeményezés a római part megmentéséről. De azt arról, hogy... elintézte. Hát azt elég csúnyan elintézték, ami azt illeti, eddig Budapesten, hogy mondjam, tehát voltak véleménykülönbségek, de ilyen aljas Pitiáner módszerekkel szerintem eddig nem operáltak. Tehát az, amit a Fidesz az országos hatalomgyakorlásban eddig mutatott. Ez nem a Fidesz, ez a főpolgármester. Nem, ez a budapesti Fidesz volt, tehát egyrészt nem Tarlós István ötlete volt, azért ezt szerintem hagyjuk meg, és nem az ő szavazataival fogadta el a közgyűlés azt, hogy az éppen folyó népszavazási kezdeményezés lába alól kihúzzák a talajt, de úgy, hogy azt a célt, amit a népszavazás szolgált volna a jeles, hogy megmentsük a rómait, és ezt az őrült partmenti tarolást megakadályozzuk. A folyó kiöntésének vonalát. És meghatározzuk, hogy hol legyen egy normális védvonal, ami egyébként eddig is védte a csillaghegyi öblözet 55 ezer lakóját. Szóval, hogy ez alól a népszavazás alól egy ilyen aljas, tényleg váltsunk Hagnemet, mert mégiscsak az emlékezés napja közeledik meg a zsidóknak, ugye mindjárt itt van a Sabesz péntek, úgyhogy mosolyogva beszéljünk arról, hogy mi is történik. Ki voltatok a Moszkva téren, hiába gyűjtöttetek pár aláírás. Mi lesz ennek most a jövője, apropó? A begyűjtött aláírásoknak megsemmisíteni? Azokat meg kell semmisíteni, tehát a törvénynek megfelelően megsemmisítjük az eddig beérkezett nagyjából 10 000 aláírást. Látszott akkor ez egy főpróba volt arra, hogy kell kitelepülni. Nagyon könnyen összegyűlt volna, számoltam, hogy 2 hét alatt összejött volna a szükséges mennyiség. Miközben beszélgettek az urak, azon morfondíroztam, hogy azért van egy kör, amelyik ezt a beszélgetést érti, és van az országban egy sokkal nagyobb kör, amelyeknek fogalma nincs arról, akkor hogy miről, lefordítani miről beszélgetünk. Nem, most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azt viszont értik az emberek országszerte, hogy már megint nem lesz október 23-án összefogás, miközben most tök mindegy, hogy ezt idézőjelbe tesszük, vagy pedig ténylegesen, miközben úgy indult a dolog, hogy lesz egy közös megemlékezés, aminek azt gondolom, hogy pozitívabb lett volna az üzenete. Abszolút. De nem. Akkor miért nem vesznek maguk részt ebben? Nagyon sajnáljuk, mi mindvégig részt akartunk venni, és egyébként így is részt fogunk venni, még akkor is, hogyha beszélőket, Karácsony Gergelyt nem hívják fel a színpadra. Tapsolni az fogunk, a fütyülés, az maximum viszont. Orbán Viktornak jár, ő az, aki ezt a valóban nagyon fontos étoszt. Akkor is jár neki, amikor a hazáról, amikor az áldozatokról beszél? Az a baj, hogyha megnézzük a köztársaság ünnepét, a politikai, a nemzeti közösségünknek a születésnapját tulajdonképpen, hogy ezt miért nem lehet közösen és békében ünnepelni, azért a Fidesz tette a legtöbbet az elmúlt most már
11 néhány évben, ugye nagyjából 2002-ben kezdődött az, amikor Orbán Viktor személyesen azt mondta, hogy nem tartoznak a nemzethez azok, akik vele nincsenek azonos politikai platformon. És az a baj, hogy ez a széthúzás... Nem, szerintem egy normális demokráciában az az alapvetés, hogy mindenki ugyanannak a politikai nemzetnek a része, elfogadjuk, hogy a másik is az ország javát akarja, és nem mondjuk azt, hogy aki nem ért velem egyet, az ilyet. Nem magyar. Nem, szerintem nem mondhat, ráadásul miniszterelnökként, vagy akkor már éppen ex-miniszterelnökként mondott ilyeneket. Ex-miniszterelnök volt, amikor ezt mondta. A felelőssége szerintem nem kisebb. És az a baj, hogy ez a kultúra, ez tovább él. A kérdés Erikának az volt, hogy amikor egy nemzetről van szó, amikor a közös áldozatainkról van szó, a közös múltunkról és a közös jövőnkről, akkor miért nem lehet a pártpolitikát félretenni, együtt meggyújtani a mécseseket, és együtt emlékezni. Engem személyesen az ünneplés szó zavar, ünnepeljük a szabadságunkat, rendben van, de tulajdonképpen mielőtt ünneplünk, emlékezünk azokra, akinek köszönhetjük, hogy itt vagyunk és élünk. Miért nem lehet legalább ezt a részét? Tettek kísérleteket? Hát a gesztus politika az ugye nem nagyon talált pozitív válaszokra. Addig egyetértek, hogy minden politikai oldalon, igen, 56 hőseit egyaránt tisztelik, és fejet hajtanak az áldozatok előtt. De én azt is gondolom, hogy október 23-a az többről szól, nem csak emlékezésre, hanem tényleg a köztársaság születéséről, ahogy október ez a második lépés. 23-án, 56-ban én úgy gondolom, hogy a két és feledik magyar köztársaság született meg egy nagyon rövid időre, és aztán a harmadik magyar köztársaságot sem véletlenül ezen a napon kiáltották ki. Ilyenkor arról kéne beszélnünk, hogy tényleg ez egy olyan ország, egy olyan demokratikus berendezkedés, ahol minden állampolgár egyaránt fontos, mindenkinek a szava számít, és hogyha valaki ezt nem fogadja el, és a politikájával napról napra tételesen cáfolja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz teszi ezt, azzal szerintem nincs okunk, nincs módunk közösen ünnepelni. Oké, hol fognak ünnepelni? Ez volt Erika kérdése. Mi reggel 9-kor tartunk a Bibó szobornál egy megemlékezést Karácsony Gergellyel, és aztán délután ott leszünk a Közös Ország mozgalomnak a színpada előtt, közönségként, de ahogy Gulyás Mártonék kérték, nagy örömmel visszük a Párbeszéd zászlóit és egyéb szimbólumait, tehát hogy ez mégiscsak, hogyha minden jól megy, akkor egy ilyen sokszínű és sok ellenzéki pártot egyaránt vonzó ünnepség lehet. Gulyás Márton most már ilyen szerep, ennyire megnőtt, hogy ő dönti el, hogy hát mi? Ő a meghívó, a Közös Ország mozgalom szervezi. Az agorát létrehozta, és az egész pozitív volt. Nem sok egyéb esélye volt, miután sorra léptek vissza a pártok attól, hogy a színpadon közösen szólaljanak föl. Egyszer csak ki kellett mondani, hogy akkor húzzunk egy vonalat, legkevésbé és akkor a civilek menjenek föl. Persze. Tehát, színpadra, hogy... és akkor a pártok maradjanak lenne. És vihetik az ászlóikat, meg a tárláikat. A Momentum lépése után azt hiszem, hogy logikus volt az a döntés, amire a Közös Ország mozgalom jutott. Mit gondol a Momentumról? Ha már itt találkozunk péntek reggel, akkor egy kis aktuál politika. Na, mit gondol a Momentumról? Azon kívül, hogy nem hajlandó magukkal közösülni. Ebben az esetben azt gondolom, hogy úgy tűnik, mintha fontosabb lenne nekik a 2,5 órával később lévő saját ünnepük, megemlékezésük, mint az, hogy egy olyan ügyben, amiben egyébként összetartozunk és egyetértünk, legalábbis legjobb tudomásom szerint, hogy itt közösen megmutatkozzunk. Nekem ez a kényszeres különállás, elzárkózás, kirekesztés, ez nem annyira szimpatikus, és tényleg arra emlékeztet, amit Orbánék csinálnak, azt a politikai kultúrát hozza be a mai ellenzéki oldalra, amit meg kéne haladnunk. Érdekes, hogy mindenről Orbán Viktor jut eszébe, de az elvált felükről mi a véleménye? Az LMP-ről, hisz azok sem. Mindez rájuk is érvényes. Az a kérdés, hogy oda mennek-e október 23-án 3 órára a terrorháza elé, ahol Orbán Viktor fog beszédet mondani. Nem, tehát a Párbeszéd részéről nekünk nincsenek ilyen szándékaink, azzal együtt, hogy tudja, nem látjuk okát, kérdezem, hogy közösen ünnepeljünk, azt se gondoljuk, hogy egymást kellene provokálni. De közösen emlékezzenek, ott nem ünneplés, ott emlékezés van. De azért, én azt azért kérdezem, mert ugye az önök miniszterelnök jelöltje Karácsony Gergely egy interjúban azt mondta, hogy ő bárkivel hajlandó tárgyalni, akár a Fidesz-szel is. Azt mondta, hogy egy súlyos vereséget szenvedett és gyökeresen megváltozott Fidesz-szel van lehetőség majd tárgyalni az ország közös dolgairól, de ez nem jelenti azt, hogy az ő pártünnepükre oda kellene menni. Ez lehet, hogy ez egy álom. Mit tesznek önök azért ma? 2017. november 10-20-án, december
október 20-án csak rájöttem, hogy pedig nem szoktam alkoholt fogyasztani, úgy látszik, hogy ez a fájdalomcsillapító hatása. Tehát október 20-a van, 2017, mit tesznek azért, hogy ez az álom valóra váljon, amiről az előbb idézte a miniszterelnök jelöltjük álmát? Hát ehhez az álomhoz, ehhez egy új politikai kultúra kell, egy politikai kultúraváltáshoz pedig egy kormányváltás kell, úgyhogy mi azzal tudjuk szolgálni ezt, hogy Karácsony Gergely miniszterelnök jelölti kampányát folytatjuk tovább. Ma például a tudástársadalomról lesz egy konferenciánk, ahol előad ő is, és elmondja, hogy milyen lesz, és mitől lesz sikeres az az ország. Regisztráltak körülbelül 150-en az eseményre, és ott lesznek egyrészt az oktatás, másrészt az innováció politika a legprogresszívebb képviselői, valamint az összes ellenzéki pártnak egyébként a politikusai, szakpolitikusai, hogy megbeszéljük, hogy hova. De ha nem haragszik, akkor azt azért kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezek az üzenetek miközben nagyon intellektuálisak, nagyon sokszínűek, korszerűek, modernek, változatlanul vissza kell Bicske kérnem Juliska erre az egész Juliska nénit nem mozgatja meg arra, hogy magukra szavazzon. Tehát azt mondani, hogy biztonságot kínálok, mert Magyarország egy biztonságos, a legbiztonságosabb ország, vagy bármit lehet rámondani, ez egy nagyon egyszerű, tiszta üzenet, most már látszik, hogy a Fidesz erre építi majd fel a kampányát. Ezek pedig nagyon cizellált és nagyon kevesek által érthető üzenetek. Azt nem mondanám, hogy ez a mai esemény jelenti a kampánynak a fő sodorvonalát, és valóban ennél egyszerűbb üzenetekkel kell operálni ahhoz, hogy érzelmileg átélhető legyen. Van elég idő, hogy érzelmileg még átélhetőbb legyen egyáltalán az önök programja? Szerintem igen. Az sikerült két szóra redukálnunk ez, ami egy életérzést, egy politikai étoszt is megjelenít. Azt mondjuk, hogy mindenki számít, és ezt Karácsony Gergely nagyon sokszor elmondja, és azt hiszem, hogy abban az országban, amiben ma élünk, és ahol igazából csak a gazdagok és a hatalmasok számítanak, ez egy nagyon fontos üzenet, hogy érezzék az emberek, hogy a politika az róluk szól, értük dolgozik, és ezt próbáljuk a kampányban átadni. Ez egy nagyon jó végszó, de arra válaszolja, mit szól ahhoz, hogy a zöldek például az osztrák választásokon kiestek. Lehet, hogy ez vár mindenhol a zöldekre? Nem tudom, mi ennél egy szélesebb spektrumban gondolkodunk, az egész baloldalt szeretnénk megszólítani, zöldek. És mindenki szavazhat szerintem ránk, aki egyetért azzal, hogy legyen karácsony. Legyen Hanuka is. Legyen Hanuka is. Legyen meg minden. Kedves nézőim, az elmúlt percekben, hát igen, Karácsony Gergely, a Párbeszéd szóvivőzés szójátékát hallották utolsó mondatként. Menjenek el mindenhova, ahol lehet emlékezni. Most akkor következik a mi független híradók, aztán jövünk vissza. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.